Üdvözlöm a Divatikon nézőit, a Szentendrei Skanzenbe látogattunk ki, a Kossuth út Kifli forgatására, mellettem pedig Revicki Gábor, üdvözlöm. Üdvözlöm a kedves nézőket. Egy hat részes sorozatról beszélünk a Kossuth Kifli esetében. Jut-e idő önnek sorozatot nézni? Soha nem. Ami nagyon tetszett a Grace Klinika, amelyik most már technikailag is megfelel a mai kornak, és ugye a témájában is így elfogadható jó sorozat, abból megvettem az összeset, de alig tudok. Tehát, hogyha van egy-két szabad napom, akkor tényleg úgy zsinórba szoktam őket nézni. Áruljuk el a nézőknek, hogy milyen szerepet alakít ebben a sorozatban. Én egy osztrák császári főtanácsost játszom. Hát tulajdonképpen a film létrejöttének az egyik indoka vagyok, a másik indoka a fiam. És egy történés kapcsán mutatunk majd egy képet az 1848-as forradalomról, és legfőképpen az akkori emberekről, hogy ki milyen helyzetben, hogyan viselkedtek, ami tulajdonképpen hiteles is, mert ennek komoly dokumentális háttere is van. És hát tulajdonképpen a lényeg az, hogy kapjon az ember egy olyan képet, hogy a magyarországi viszonyokról, hogy borzasztó nehezen változnak az emberek. Hogy az azonos szituációkban is tulajdonképpen évszázadok óta ugyanúgy viselkednek. Ugyanolyan széthúzások, ugyanolyan kevés összetartozások vannak. Nagyon, nagyon érdekes, nagyon izgalmas könyvből készül most film. Rudolf Péter a rendezője, ugye nem először dolgoznak együtt. Milyen Péterrel együtt dolgozni? A filmkészítésnek van egy alapja, a legfontosabb alapja tulajdonképpen, hogy amikor összeáll a társaság, egyébként minden filmben úgy van, hogy több napnak kell eltelni, hogy olyan hangulat legyen a forgatásokon, hogy az ne gátolja a színészetet. Tehát kvázi ne legyen senki se drukkos, hogy ne féljen a kamerától. Most a Péterrel már évtizedek óta olyan viszonyban vagyunk, hogy nem kell ilyesmivel törődni, mert mindig is egymásért voltunk, meg egymásnak. Tehát ebből a szempontból kezdettől fogva az ideális állapot az létezik és működik. Én egy rutinos színésznek tartom, mert van olyan az ön életében is, hogy jön a drukk, és valamelyik nap nem olyan, mint a többi. Sajnos a mi adottságaink nem olyanok, mint egy amerikai színésznek, hogy egy amerikai színésznek alapvetően barátja és társa a kamera. Nekünk meg egy szükséges idegen tárgy, aki figyel minket, és ezt az érzést leküzdeni, ahhoz kell egy kis idő mindig. Pláne, hogyha idegen produkciót kezd az ember. Ugye a darab eléggé humoros. Önnek így a magánéletében milyen szerepet játszik a humor? Hát én tulajdonképpen ilyen kontrás humorú ember vagyok, tehát szükséges az áldozat, akit én kifigurázok. Tehát nem egy vivőr vagyok, nem én vagyok a poénzsák, de ha ki kell valakit használni és kifigurázni, akkor én afele hajlok a humornak azt az oldalát. Művészről nagyon szépen köszönöm, akkor sok sikert kívánok a forgatáshoz, jó egészséget és köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen én is. Ha profi fotókat szeretnél, választ Kasszás Bencét. kasszásbence.hu objektívfotó.hu. Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk, partnerünk divatórák webáruháza.hu. Kövess minket Facebookon is! Média partnerünk